Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban megnézzük ismét az MEAC Foam Snow Foam Shampoo nevezetű sampont. A jó múltkorában már kipróbáltam, akkor így előmosónak próbáltam, és most pedig megpróbálom ahhoz közeli állapotban, mint ahogy a gyártó írja. A gyártó szerint úgy kellene, hogy leöblíti az ember a kocsit vízzel, aztán betakarja ugye ezzel a samponnal, a habosítóval, és utána pedig, ahogy rajta van ez a sampon a kocsin, ezt ugye elkenegetve a felületeken ezzel letisztítani. Na most én azért nem csinálom úgy, mert simán vízzel, azért közel nem jön le minden, viszont egy teljes habosítónyi keverék sem kell sose egy egész kocsira, ha csak nem akar az ember habpartit rendezni, egy fél általában elég. Én a videó kedvéért, hogy jó kis habparti legyen, mindig elpocskolok egy egész habosító, de egy fél habosító nyelég. Úgyhogy amit most fogunk csinálni az az, hogy 100 ml tettem a samponból 900 ml meleg vízbe, előbb beterítem egy réteg habbal a kocsit, hagyom egy kicsit dolgozni, majd leöblítem, és utána pedig, ami benne maradt a habosítóba, azzal megint beterítem, és akkor úgy mosom le. Csapassuk! De mielőtt nagyon csapatjuk, a vödörben csak tiszta víz van, meg néhány mosókesztyű, nincs benne semmilyen egyéb kemikália.
Nos, fiúk, lányok, ez volt az MJC-nek a FOM nevezetű, hát ilyen hóhab nevezetű samponja, ami alapjában véve nem egy előmosó sampon, viszont aként is nagyon jól működik. Én azt mondanám, hogy én így használnám, ahogy most láttátok a videóban, nem csak simán vízzel leöblítve a kocsit és utána ráfújva, mert akkor több kosz marad még a felületem, hanem félhabosítóval előmosni, másik féllel befújni, és akkor utána le lehet törölgetni a, most át lehet törölgetni a felületet. Itt annyit kell még tudni, hogy valószínűleg amennyire látszik a videón, ha nektek is ilyen jó kis áramvonalas kerekdett formáitok, vagy formátok van, akkor valószínűleg a habnak egy része a ruhátokon meg rajtatok fog kikötni, de ezt leszámítom, úgy baromi jól csúszik, és tényleg gyönyörűen letisztítja a felületet. Úgyhogy, ha szeretnétek ilyen sampont, vagy akár a videón látott habosítót, vagy esetleg a Pro változatát, vagy egy ilyen shortgunt, vagy mosópisztolyt, akkor az összes videó alatt, majdnem az összes videó alatt a leírásba találtok hozzá linket, ahol a gyártótól meg tudjátok vásárolni ezt közvetlenül. Európából érkezik ezeknek egy része általában, de ezt nagyjából lehet látni a rendelésnél, és akkor ilyen 7 napon belül megérkezik. Ha véletlenül nem tudnátok ilyet beszerezni valamilyen okból kifolyólag, akkor már több nézőmnek is segítettem, akár mosópisztolyhoz, akár habosítóhoz hozzájutni. Megoldható, megtaláltok Facebookon, és akkor ott, ha rám írtok, akkor tudunk egyeztetni, hogy miben tudok segíteni. Mindezt leszámítva, ugye megint csak nyugodt szívvel tudom ajánlani magát a sampont, meg hát az összes többit is, és majd a videó leírásába teszek még linket ezeknek az eszközöknek a használatához, más videókhoz, amik már ugye korábban elkészültek. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek le egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!